Spiri Legó. Ahol azt játsszuk, hogy összerakjuk magunkat azzá, amik már vagyunk. Hallgassunk egy kis zenét, hangolódjunk, Ginever fog közénk jönni, Michel Elof közvetítette le ezt az anyagot 2008. július 26-án. Ebben az anyagban a dubai Szent Tűz templom aktiválások és a kvantumtantra alkimiájának 7. része fog következni. Ginever vagyok, Camelot úrnője. Üdvözletem, és Isten hozott mindenkit. Nagy öröm, hogy összegyűlhetünk ma veletek, abból az alkalomból, hogy átadjuk a kvantumtantra alkimiájának 7. utazását. És a Szent Tűz templom aktiválások befejező szakaszát. Valamennyien részei vagytok a nagyobb tervnek. A nőies fehér láng fényének, az életbe való visszahozásával kapcsolatban. Ez az utazás arról szól, hogy nem csak az Istennő hatalmának teljességét, hanem fényének teljességét is magatoképvá tegyétek. A fény a szeretet sok vonásának megtestesülése, és hogy megértessétek a szeretet sok vonását, ahhoz képesnek kell lennetek meglátni a saját fényeteket. Sok ember eltávolodott saját igazságának fényétől, ennek eredményeként felhígul az én igazsága, a viselkedésük nem igazán tükrözi vissza a valódi énjüket. Ha olyan módon próbáljátok meg magatokat megjeleníteni, ami illúziót hoz létre a személyiségetek vonatkozásában, akkor azok a dolgok, amelyeket előnyben részesítettek, és az életfelfogásotok, megteremt egy dinamikát, ami bizony akadályt állít az isteni fényetek kifejeződése elé. És azok az energiák, amelyeket ma áthozunk, össze fogják törni minden olyan részeteket, amelyik hajlamos azt hinni, hogy valami olyasmit kell megjelenítenie, ami más, mint annak, amik valójában vagytok. Rendkívül fontos megérteni annak a fontosságát, hogy valaki hozzáférjen a saját autentikusságához. Az autentikus énetek a legfontosabb átjáró, a lélek igazi felszabadulásához. Az emberek eónokon keresztül úgy élték az életüket, hogy csak kerülgették az autentikusságuk megközelítésének a kérdéseit. Egészen kiskorotoktól kezdve megmondták nektek, hogy miként cselekedjetek, vagy miként ne. Lehordtak és kritizáltak, elítéltek és elutasítottak benneteket, és ezek mind oda vezettek, hogy felhigultatok és elkülönítettétek magatokat az autentikus tervrajzotoktól. Ez gyakran oda vezetett, hogy sok ember kifejlesztette az én olyan magatartás mintáját, ami intenzív öngyűlöletet eredményezett. Ez a fizikai testben hozzákapcsolja önmagát olyan eszmékhez és mintázatokhoz, amelyek az illúziót szolgálják és támogatják, ahelyett, hogy az igazságot szolgálná és támogatná. Ez különösen igaz akkor, amikor kezditek megérteni az Istennőt. Számos alkalommal mondták nektek, hogy függetlenül a földi nemetektől megtestesítitek az Istent és az Istennőt is. És mivel az Istennő olyan hosszú ideig számüzetésben volt, természetes, hogy minden emberi lény messze fog állni annak megértésétől, hogy mi is az a szentséges Istennő igazsága, és mi a célja, és ennél fogva a szexcsakra megcsappant az erejében. Ez azt jelenti,
hogy a kreatív teremtő képességetek szintén eltompult. Mai energiamunkánkkal számos új dimenziót nyitunk meg a szexcsakrátokhoz, és ez segíteni fog megváltoztatni energiafrekvenciáit, azon energiáit, ami ebből a bizonyos csakrából vetül ki, és segít nektek megérteni kreativitásotok alkímiáját. Eljött az ideje, hogy visszavonjátok az energiátokat azoktól az emberektől és tapasztalatotoktól, akik és amik ítélkeznek és bírálgatnak benneteket, vagy azt mondják, hogy helytelenül cselekszetek, vagy olyan dolgokra próbálnak rávenni, amelyek nem rezonálnak az igazságotokkal. Senki sincs abban a helyzetben, hogy bírálgasson, vagy kritizáljon, vagy irányítson bárki mást. Amikor határokat szabtok, akkor azokat a szeretet szempontjából teremtitek meg. És ha valaki nem szereti a saját énjét, akkor a határokat sem a szeretet szempontjai határozzák meg nála, hanem az irányítás és a kontroll szempontja. És ha a kontrolláló rendszerek vannak a jelenben, akkor a kreativitás alkimiájának igazi energiái is akadályoztatva vannak. Ez azt jelenti, hogy a szexcsakrán keresztül kivetített energia nem táplálja az Istennő szent, kreatív, teremtő képességének erőit. És ez pedig akadályozza az Istennő fenséges, kreatív, teremtő képességének energiáit. A szexcsakrát teljesen szabaddá kell tenni annak érdekében, hogy a kreativitás kiterjedtebb dimenziói előtérbe kerülhessenek, ami által az elnyomott Istennő gyógyítása a következő szintjére léphet, és az a düh, ami a tudatosságban gyökerezik, egy újabb szinten eleresthetővé válik. Ez azt jelenti, hogy bizonyos idő múltával nagyon fontos gyógyulások történnek meg az én negatív önképével kapcsolatban, az önromboló és negatív érzékelésével kapcsolatban, a szexualitással, az intimitással és a szeretettel kapcsolatban felmerülő szégyennel és bűntudattal összefüggésben. A testről kialakított negatív kép az autentikus én elutasításának eredménye. Gyermekként még pontosan tudjátok, hogy mi az autentikus én, de szeretteitek környezetében élve összezavarodtok. Az összezavarodottság az elkülönülés sok szintjét hozza létre, amelyek gátolják az Isten és az Istennő erőit keresztül folyni a csakrákon. Aminek eredményeképpen a szenvedélylángjai kezdenek megfakulni, és az energia már nem elég ahhoz, hogy fényesen tartsa égve ezeket. Akár hiányos az energia, akár túltengő, a csakrák ilyenkor kiesnek az egyensúlyukból, és ami ebben az esetben történt az az, hogy az Istennő mérhetetlen dühe eredményeként a lángolás negatív irányba haladt, és kiesett az ellenőrzés alól. Ma napvilágra hozzuk bennetek az egyensúly egy új szintjét, és ezen keresztül meg fogjátok találni a személyes egyedi ösvényeteket, hogy felszabadíthassátok fel a lelketeket, mint egy istennő és mint egy isten. A szent nász, a férfias és a nőies között talán a legfontosabb, teljesítendő feladat ezen a mostani idővonalon. És ma meg fogjátok tapasztalni a szent nász egyik fontos szintjét. Én Ginever, magam is megkívánok osztani veletek speciális rituálékat és ünnepléseket, amelyek fontosak az Istennő energiájának a gondozásához, a kollektív tudatosság táplálásához, a pozitív energiák által, és az Istennő hatalmának és fényének megértéséhez. A legfontosabb dolgok egyike, amit kivétel nélkül valamennyien megtehettek ennek az energiának a támogatása érdekében, az az, hogy napi rendszerességgel
Végezzétek a rituálékat önmagatokkal, és az is, hogy szeretitek önmagatokat. Minden pillanat, amelyben önmagatokat szeretettel ékesítitek fel, nem csak az önszeretet rituáléja, de a bennetek lévő isteni fény ünneplése is. Amikor bármi olyat tesztek, ami gondozza és táplálja a fényeteket, ami jó érzést kelt bennetek önmagatokkal kapcsolatban, az egy szent rituálé, és közelebb viszi az Istennő energiáit a kollektív tudatosság birodalmaihoz, kimozdítja a tudatalattiból és szilárdan leföldeli valamennyi olyan egyén tudatos tudatosságában, aki ezen az idővonalon ráébredt a szakrális Istennő fenséges fényére. Ezért a rituálé és az ünneplés fontos része ennek. Említettem már, és csak emlékeztetnék rá mindenkit, hogy a rituálénak és az ünneplésnek nem kell intenzívnek vagy bonyolultnak lennie. Lehet az nagyon rövid, és mégis szívből fakadó, és ez már önmagában is igen erőteljes. Valamennyiötöknek óriási előnyére válik, ha összehozzátok ezeket a napi rituálikat fényetek ragyogásának megünneplésével, valamivel, amit önmagatokért cselekszetek, ami a fényetek szentségét méltányolja, mivel eként cselekedve az isteni anya és az isteni atya ragyogó fényét becsülitek meg. Tehát azt kérem most, hogy nyisd meg a szívcsakrádat, legmeghatalmasodottabb éned isteni fénye előtt, és képzeld el ezt a fényt kiterjedni a kozmosz legmélyére, csak úgy, mint a föld anya mélyébe. Ezen a szent helyen kapcsolódsz újra össze a szeretet fényének összes létező vonatkozásának teljes kiterjedésével, de nem az emberi ego felhigult érzékelésének a nézőpontjából, hanem a mindenható meghatalmasodott éned igazi fényének nézőpontjából. Érezd ezt az energiát lefelé kúszni a gerinced mentén, a szex csakrádba. Vizualizáld megnyílni a szex csakrát, hogy befogadhassa a tudatosság lángjainak százait, amelyek a nőies fehér tűz elemen belül léteznek. Hívd most meg az isteni nőiest, és kérd ennek a nagy istennőnek az erejét, hogy teljesen lépjen be a szex csakrád fényébe, kért fényének erejét és tisztaságát, hogy segítsen békét találni a szívedben, az elmédben, a testedben és a szellemedben. Képzeld el a szentséges Istennő megnyugtató, meghatalmasító energiáját beszűrődni a tested összes sejtjébe. Képzeld el, hogy áthatja a DNS-t, a tested molekuláit és atomjait, és ahogy ez megtörténik, ezzel feloldódik minden olyan kapcsolódás, viszonyulás, amelyik téged az önutálathoz, az éned elutasításához kötött, és önmagad, a tested, az elméd és a szellemed elítéléséhez és bírálatához láncolt. Képzeld most el a negatív kapcsolódások, képzett társítások összes szálát eloldódni, amelyeket a felsőbb tudatosság, felséges arany és platina szálai helyettesítenek most. És amint minden szál újra kapcsolódik a DNS-eden keresztül a testedben, úgy kezdesz el emlékezni igazi eredetedre és célodra,
mint a szeretet isteni kreatív teremtő lénye. Ez megerősíti a belső fényed, és elkezdi csökkenteni annak szükségességét, hogy bárkihez vagy bármihez hozzáközd magad, annak érdekében, hogy szeretve, akarva és elég jónak érezd magad. Éppen úgy vagy tökéletes, ahogy vagy, és mindaz, amit cselekszel, az tökéletes, mivel minden cselekedetben az utazásod igazsága nyilvánul meg. Eljött az ideje, hogy az energiáid visszahozd magadba, és most mi segítünk neked visszanyerni azokat az energiákat, amelyek szétszóródtak amiatt, hogy a belső gyermeked vagy éned más aspektusa úgy érezte szükségesnek, hogy a külső világtól kell bizonyítást, jóváhagyást nyernie, hogy békét érezzen önmagában. Vegyél egy mély lélegzetet a szex csakrán keresztül, teljes erődből behúzva erődet a szex csakrába. Lélegezd be ezt az erődet a testedbe, és minden alkalommal, amikor kilélegzel, még jobban lazítsd el a testedet. Belégzéssel erősítsd meg, hogy visszaköveteled az erődet a külső világtól, az energiát szilárdan önmagadban legyökeresztetve, saját fennhatóságod alatt is csak ez a fennhatóság számít a fizikai világban, abban az értelemben, hogy ez határozza meg, hogy mi a jó számodra. Tedd ezt meg egy kis időn keresztül. A következő néhány percben az energiád magától visszahúzza erődet a szex csakrába, és ez nyitja meg a szex csakra dimenzióit, azokat, amelyekről korábban már szóltunk. Amint ezek a dimenziók teljesen megnyílnak, az energia teljesen új frekvenciáját bocsátják ki a tested körüli energiamezőbe. Ez a különleges energiamező egyfajta vibrációt hoz létre, ami egy pajzsot alkot körülötted, ami mindenkit a külső világból meggátol abban, hogy képes legyen hatalmat gyakorolni feletted, elkülönítve az igazságodtól, ezért ez az energiamező megakadályozza a külső világot abban, hogy képes legyen megcsapolni az energiádat azáltal, hogy bírál, elítél vagy irányít téged, vagy úgy, hogy kivetítene bármilyen energetikai érzékelést az énedre vonatkozóan. Fontos megértened, hogy a saját én érzékelésed az, ami az ítélet, a bírálat és az irányítás szükségét eredményezi a külső világból. A külső világban semmi nem igényli a te irányításodat. Minden csak annak kiterjesztése és visszatükröződése, ahogy te önmagaddal szemben érzel. És amikor visszaköveteled az energiádat, és behúzod a testedbe, és dolgozol vele, szereted magad, szereted a saját fényed kreatív teremtő erejét, akkor nincs belső szükség, hogy kívülre vetítsd magad, és hogy megpróbálj elpusztítani vagy irányítani bármit is a külső világban, annak érdekében, hogy biztonságban érezd magad. A fényt önmagatokban tartani nem jelenti azt, hogy gátolod azt. Önmagatokban tartani a fényt annyit jelent, hogy központosítjátok, és olyan helyzetbe hozzátok magatokat, hogy eldönthessétek, mire is használjátok fel, és fordítjátok ezt az energiát. Az energiát kívülre vetíteni, irányítva vagy bírálva, vagy kritizálva a külső világot, csak energiapocsékolás, az energia elherdálása. Lássátok meg,
hogy mire használjátok fel, fordítjátok az energiátokat. Úgyhogy, kedveseim, nem kell elpazarolnotok az energiát azáltal, hogy mások életét, külső helyzeteket próbáltok meg irányítani a külső világotokban, azt képzelve, hogy amint te változtatni akarsz, az nem támogatja azt, amit teremteni szeretnél. Az Istennő teljes mértékben átlátja és megérti, hogyan működik ez. Férfies energiát irányító erőnek tekintik, külső erőnek, ami cselekszik, ami formát és struktúrát teremt. Az Istennő egyszerűen csak ül fénye terében, és csak annyit tesz, hogy megfigyel. Pontosan tudja, hogy mit akar, és elülteti a szeretet magvait, és tudja, hogy azok gyökereket fognak verni, és a megfelelő időben kivirágoznak, és az történik, aminek történnie kell, anélkül, hogy ő irányítana bármilyen formában, vagy bármilyen módon is, és most jött el, kedveseim, annak az ideje, hogy elültessük a mindenható Istennő arany és platina magvait a szexcsakrátokba. Ez erőteljes gyógyulást idéz elő, és egyensúlyt hoz a torokcsakra energiáiba is. Ez megnyitja a kreativitás dimenzióit a torokcsakrában, és amint a torok és a szexcsakra energiái egyesülnek, a kreativitás két erejének szent násza megtörténik bennetek. Egy szép nyolcas formájú szimbólum alakul ki a szex és a torokcsakra között, és új isteni teremtés születik. A bennetek lévő férfi Isten és Istennő hangjának kiegyensúlyozott és harmonikus áramlása. Most arra szeretnénk kérni, hogy fordítsd a figyelmedet a szexcsakrádba ültetett magra, és néhány pillanatig érezd meg, hogy mi található benne. Mozgasd végig ezt a magocskát a szexcsakra mentén, amíg úgy nem érzed, hogy biztonságba került a mindenható Istennő fényében. Én Ginever, energetikai hangzást teremtek e mag köré. Ez a hang a fény isteni aláírását testesíti. És ahogy minden aláírás végig vibrál a testeden, feloldja az illúzió bármely mintázatát, amelyek megakadályozták a képességedet, hogy kifejezhessd magadat hígítatlan módon, és így az autentikus éned lehetőséget kap, hogy kiléphessen az árnyékból az új nap fényére. Ez aztán szólítja a száműzött Istennőt, a szent főpapnő tudatosságot és az én szeretetét, hogy lépjen elő, és legyen az, ami, és semmi egyéb. Szeretteim, most elkezdjük megteremteni a szent portál aktiválását, amin keresztül valamennyien átkeltek velünk együtt. Ez az átjáró az új dimenzióba viszi a tudatosságotokat. Ez az a dimenzió, amiben egy tökéletes, kreatív teremtő fénylényként virágoztok ki. Ebben a dimenzióban a szent szeretet magasabb vibrációként rezegve találjátok magatokat. Itt fogjátok megtalálni a szent tűz templomok megszentelt mintázatainak lenyomatait. A testetek összes atomjába beleszövődve, és minden atom az összes meghatalmasodott énetek szent isteni sablonját alkotja. Most összpontosíts mély belégzésre a testedbe, majd a teljes kilégzésre, megnyitva energiáidat az ametiszt és kvarc kristályok,
a platina és arany vibrációk és a feltétel nélküli szeretet isteni fényének befogadására. Nyisd meg a szívcsakrádat, és fogadd be ezt az energiát, hogy mélyen beléd hatolhasson, és add át magadat. Lazulj el teljesen ebben, ahogy elkezd a fényében behúzni téged, mint egy mágnes. Amint egyre beljebb húzódsz ebbe az új dimenzióba, kezd el az elengedést. Engedj el mindent és mindenkit, amit és akit hátra akarsz hagyni, amiről és akiről azt gondolod, hogy nem járulnak hozzá a lelked útjához, a régi paradigma aluli felszabadulásban, és mindezt egyszerűen csak hagyd hátra. Egyre beljebb és beljebb kerülsz ebbe a dimenzió portálba. Az egységistennők, a napistennők, a napistenek, a szent tűztemplomok istennői most mind összegyűlnek az üdvözlésedre. Vegyél egy mély levegőt, és miközben kilélegzel, keresztül húzunk téged ezen a csillagkapun ebbe az új dimenzióba, és itt üdvözölnek téged ezek a lények. Ebben az új dimenzióban megkapod a lehetőséget, hogy megjelenítsd az életed új dimenzióját, az életed és önmagad újfajta megtapasztalására, kifejezésére kapsz lehetőséget. Néhány pillanatig kapcsolódj össze vele, és add át neki azt, amit meg szeretnél teremteni. Az istennők most elkezdenek szent olajakkal bekenni téged. Szent gyógynövények és fűszerek édes illata beárad az energiameződbe, és az élet édes illata, a szeretet édes illata, a kreativitás édes illata visszatér az energiameződbe. Lélegezd be ezt a testedbe, ezeket az édes illatokat, lélegezd be a tested sejtjeibe, a DNS-edbe. Követeld vissza, sajátítsd el, és vállald el a teljes felelősséget ezért a lehetőségért, hogy válaszolhatsz az élet örömeire. Vállalj teljes felelősséget, hogy szépen éled az életedet. Teljesen húzd be az édes illatokat a tested atomjainak mélyére, tedd magadévá, visszakövetelve magadnak, kikristályosítva önmagadban. Lásd a kristályok millióit a tested belsejében, amelyek tartalmazzák az élet édes ízét. Minden kristály egy-egy ajándék és egy-egy lehetőség a növekedésre, a gazdagodásra, a gyarapodásra, és képzeld el a kreativitás egy szépséges hálózatát, amelyeket kristályok alkotnak egymáshoz kapcsolódva, és ez a szent szövedék a támogatás szent szövetévé alakul, és az élet új térképévé. Csak figyeld, amint ez a szépséges isteni teremtés manifesztálódik, megnyilvánul benned. Mindegyik kristály egy-egy új dimenziót biztosít az életedben, olyan lehetőséget, hogy mindazzá legyél, aki valójában vagy, autentikus lényként, és hogy mindent hagy hátra, ami nem vagy. Mindazt, amiről azt hitted, hogy lenned kell, annak érdekében, hogy tetszél és elfogadott legyél a külső világ számára. Most jött el az ideje, hogy mindaz legyél, ami az isteni fény autentikus kifejeződéseként vagy. Azzal, hogy ezt teszed, azzal, hogy összekapcsolódsz az autentikusságoddal, a kristályok folyékonyá válnak, és ez a szent szövedék a testeden keresztül áramló folyékony energiahálózatává válik. Keresztül folyva a sejteken, a DNS-en, a testedet alkotó molekulákon és atomokon, és így az érzékiséged, a szexualitásod, a kreativitásod
isteni kódjainak szent nyelve egyetlen folyamatos áradattá válik benned, rajtad keresztül és körülötted. Engedd ezt áradni, egyé válni a folyékony fénnyel és a szeretettel, önmagadban és önmagad körül. Ez a folyékony fény most egyre mélyebbre visz ebbe az új dimenzióba, amelybe épp hogy csak beléptél. A szent olajok, amelyekkel bekentek, biztosítják, hogy a csakrák nyitva maradjanak és befogadhassák az egyedi folyékony lenyomatod megszentelt kódjait. Ezeknek az isteni rácsoknak a folyékonysága segít kimosni az elnyomott istennő dühét, elengedni a szex és a gyökércsakrában gyökerező depressziót, levertséget. Ez a depresszió, levertség, amelyik az alsó csakrákban rejlik, azért van ott, mert az egyéni hiedelmek egy része nem tapasztalhatja meg szabadon az élet édes ízét. Az autentikus hang elnyomása, elfojtása és elhallgattatása okozza ezt a levertséget. Bárki, aki úgy gondolja, hogy itt az ideje, tekintsen a szívébe, vállaljon teljes felelősséget, hogy behozza az életébe a leghőbb vágyait, hogy felszabadítsa magát, és másokat is azzal, hogy őszinte önmagához, és olyan életet él, amilyet megérdemel. Az az új dimenzió, amiben most találjátok magatokat, semmiféle engedékenységet nem mutat az úgynevezett illúziókkal szembe. És ami a legfontosabb, nem tűri, hogy bolondját járassátok magatokkal, amikor azt hiszitek, hogy az kell, hogy legyetek, amik valójában nem vagytok. Egyedinek, különbözőnek születtetek. Ne törjétek meg a lelketeket azzal, hogy folyamatosan megpróbáltok mások lenni, mint akik vagytok, hogy megpróbáltok olyan valamibe beleilleszkedni, amibe nem illetek bele. Tegyétek magatokévá saját egyéniségeteket. Örvendezzetek, ünnepeljétek az egyediségeteket, mivel az egyedi aláírásotok az, ami az élet különleges szövedékét alkotja, ami támogatja a kollektív manifestálását mindannak, ami harmóniát és egyensúlyt teremt a világ nagyobb kifejeződésében. Ha az emberek folytatják a saját fényük elutasítását, autentikusságok meghazudtolását és visszautasítását, akkor a világotoknak nem lesz választása, és folytatja a leromlását a mostani módon. Az emberek folytatják eltávolodásukat a lelküktől, a felső énüktől és az autentikusságuk igaz szellemétől egyre nagyobb mértékben, és ezért rajtatok, csak is rajtatok, múlik, hogy teljesen felelősséget vállaljátok az életetekért, és hogy autentikus lényként éljétek, aminek példáját aztán mindenki más követheti. Egyetlen emberen is múlik, hogy másféle világ épüljön ki, és ti valamennyien az az egyetlen ember vagytok, aki másfajta világot teremt. Szóval, legyen bátorságotok, hogy kiálljatok magatokért, hogy belépjetek az énetek hatalmába, és hogy őszinték legyetek önmagatokhoz. Ebben az új dimenzióban másoktól nagyon különbözőnek tűntök majd. Mindenkit esdekelve kérek egyenként valamennyi ötöket, hogy emiatt ne utasítsátok el magatokat, mint ha úgy értelmeznétek, hogy ennyire különbözőnek lenni valami rossz lenne. Hanem tartsátok észben, hogy nagyon különbözőnek benneteket a harmadik dimenziós alacsony tudatosság érzékel a saját világához képest. Ne essetek abba a régi paradigmás hibába, hogy azért utasítjátok el önmagatokat, mert valaki más véleménye vagy felfogása ti rólatok különbözik a sajátotoktól.
Ti vagytok a vezetők, ti vagytok az útmutatók, a változást hozók. Eljött az ideje, hogy színre lépjetek, és a tanítások szerint éljetek, hogy gyakoroljátok mindazt, amit elsajátítottatok. Ami által pedig részesei lesztek a beavatásaitok új szintjeinek. Minden alkalommal, amikor színre léptek az új világban, mint ez a mostani, akkor új tanítások, új lehetőségek jelennek meg a továbbfejlődéshez. Amit most készültök elsajátítani, megtanulni önmagatokról, az nagyon különbözik attól, amit tanultatok eddig. Amit tennetek kell, az csak annyi, hogy tovább haladtok az úton, hisztek önmagatokban, és bíztok benne, hogy minden úgy van, ahogy lennie kell. Vegyél mély levegőt, és miközben kilélegzel, lazítsd el a tested. Én Ginever és Camelot istennői, elkezdjük bekódolni a testedet 12 ágú csillagokkal, amelyek tartalmazzák az új dimenzió isteni sablonjainak egyedi frekvenciáját, amelyet át fogsz élni. Hozzá vetőleg 12 napig fog tartani, amíg teljesen integrálod a testedbe, és segíteni fog megérteni, hogy mi lesz a következő lépés, és hogy hogyan hozzátok létre az isteni fény és isteni szeretet nagyobb gazdagodását. Ne feledjétek el megünnepelni az istennő energiáit, függetlenül attól, hogy milyen neműek vagytok, megünnepelni, akik vagytok, és használni az önszeretet rituáléit, amelyeket azért teremtettetek, hogy beépítsétek az új életetek dimenziójába. Amikor fürdetitek a testeteket, akkor ünnepeljétek a testeteket, szeressétek, ápoljátok, és mindent, amit tesztek magatokkal, azt ünnepeljétek. Adjatok hálát a testeteknek mindazért, amit tenni tud. Ezek mind az istennőnek nevezett kreatív teremtő energia méltányolásának rituáléi és megünneplése. Az aktív energiátok neve Isten, hozzátok össze a kettőt. És így van ez, szeretteim, hogy most egyesítjük a szent férfias és a szent nőies energiákat ebben az új dimenzióban, egyensúlyt teremtve két energia között, aminél fogva a férfiak és a nők az életüket egyesítve élhetik. Együtt dolgozhatnak, teremthetnek, cselekedhetnek, mint az isteni szeretet egyesített erejének kifejeződései, a szíven, az elmén, a testen és a szellemen keresztül megnyilvánulva, egyensúlyva és harmóniában. A következő 12 órában ez az energia egyensúlyba kerül, beteljesül a szent egység. Mi pedig most köszönetet mondunk a választásotokért, hogy jelen voltatok ezen a napon, és elindultatok ezen az úton. Érezzétek a békét a szívetekben örökké, önmagatokban pedig mindig tudjátok, hogy értékesek vagytok, és egyediek, és a szenvedély szent lángjainak kifejeződései. Bízunk benne, hogy valamennyien folytatjátok az élet édes ízének magatokévá tételét, és megadjátok önmagatoknak a lehetőséget, hogy teljesen megéljétek ezt. Ginever vagyok, Camelot úrnője, Isten veletek.